4:11 múlt folytatjuk a ma délelőttöt. Nagy családosoknak és egyedül élő kis nyugdíjasoknak segít Kárpátalján az Ökumenikus Segélyszervezet. A Megyei Jogú Városok Szövetségének 100 millió forintos adományából téli tüzelőt, élelmiszert, higiéniás eszközöket, illetve egészségügyi segítséget kapnak a rászorulók. Beregszázban, valamint Asztélyban adott át szerdán téli tüzelőt, élelmiszert, tisztálkodási és egészségügyi eszközöket az Ökumenikus Segélyszervezet. A Megyei Jogú Városok Szövetségének 100 millió forintos támogatásából megvalósuló program első 16 millió forintos szakaszának lezárásaként beregszászi nagycsaládosoknak és idős embereknek vittek segélyt. Léva Janikó, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a helyszínen elmondta, hogy tavaly november óta a Beregszászon és a környező településeken közel 1000 család részesült támogatásban. A kárpátaljai programunk az egy egész évre szóló program, most az első szakaszát végezzük el. Itt tulajdonképpen a november óta összességében 900 családnak segítünk, 41 településen a Beregszászi járásban, és ebből körülbelül 600 család élelmiszer és higiéniai csomagot kapott, 200 család pedig briketet, ilyen tüzelőt, téli tüzelőt. A beregszászi Varga Viktória 9 gyermeket nevel. Férje külföldön dolgozik, évente alig 3 hónapot tud családjával tölteni. Ezért a mostani adomány nagy segítséget jelent számukra. Élelmiszer, pelenka, gyerekeknek tisztítószerek, gyerekeknek pelenka, játékok, édesség. Úgyhogy a gyerekek ennek örülnek nagyon. És önök? Én is. Főleg a tisztítószerek az nagyon, nagyon sok segítség hasznos. A segélyek szétosztásában részt vett Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke is, aki elmondta, hogy a kelet-ukrajnai konfliktus következményei, így a gazdasági nehézségek és a nemzeti valuta elértéktelenedése különösen nehéz helyzetbe hozta, sok esetben nélkülözésre kárhoztatta Kárpátalja lakosságát. Ebben az esztendőben egy újabb csomagot indítottunk el, 100 millió forintot a Magyar Ökumenikus Szervezeten keresztül juttatjuk el a rászorulóknak, azért is, mert nem csak élelmiszert viszünk, hanem, és azért is örülünk az ő segítségüknek, és azért is kértük őket, hogy ők legyenek a gazdái ennek a pénznek, mert ez egy hosszú távú befektetés. Óvodát építenek, képeznek, a lehetőséget biztosítják azt, hogy egyről a kettőre tudjanak jutni az itteni emberek is. Én csak biztatok mindenkit, hogy aki úgy érzi, hogy adni akar, vagy ha nem is érzi úgy, de hogy egyszer ide ellátogat, egész biztos, hogy úgy megy haza, hogy otthon elkezdi a persebe dobálni a pénzt, azért, hogy utána visszahozza. Ez pedig már a Beregszász melletti Asztély község. A falu végén ezen a portán lakik Juhász Ilonka néni, akinek a nyugdíja alig éri el az 1400 hrivnyát, azaz a 14 000 forintot. Ilonka néni nem engedheti meg magának, hogy a házban fűtsön, ezért a téli időszakban mindössze kicsiny nyári konyháját tartja melegen. Ő most biobrikettet és élelmiszercsomagot kapott a szervezettől. Nagyon örülök, mert nagyon nehéz ebbe az 1400 hrivnyába. Megélni az nagyon nehéz. Gerevics János, az Ökumenikus Segélyszervezet Beregszász irodájának vezetője szerint igen nagy jelentőséggel bír az MJVS Kárpátaljának nyújtott 100 milliós adománya, amelynek köszönhetően a korábbinál sokkal több család jut idén támogatáshoz. Eddig több mint 700 egyedül álló nyugdíjas kapott élelmiszer és igen egy csomagot, 200 család, nagy család és egyedül álló nyugdíjas kapott fél-fél tonna brikettet. Gerevics János hozzátette, hogy az akció húsvétkor folytatódik majd. Az adomány pedig lehetővé teszi azt is, hogy a segélyszervezet beregszászi központjában 55 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára is fejlesztő programokat indítsanak.